ugye az elmúlt 30 évben leginkább, és leginkább az elmúlt 12 évben is azért tényleg egy nagyon durva szociális válság alakult ki. Ugye az igenszolidaritás mozgalom azért jött létre, hogy ezt felszámolja. Erre vannak javaslataink, mint például a 250.000 forintos minimálbér. Hát az a helyzet, hogy ugye a választások után itt még sokkal súlyosabb helyzet fog előállni. Ez a pénz Magyarországnak kell, sajnos kell, bár ne kellene, de kelleni fog. És ami a legsúlyosabb sajnos az az, hogy akárki marad kormány, akárki marad, vagy akárki megy, és lesz egy új kormány, itt ez nagyon súlyos hónapokba fog telni, míg egyáltalán ezt a tervet elfogadja az Európai Unió. Aztán utána még vannak procedúrák, tehát hogy itt ez a pénz, ez, amiről mi most beszélgetünk, ez nem úgy van, hogy legyen kormányváltás, és akkor az másnap itt van, hanem ez hónapok, már pedig itt nekünk sajnos úgy állunk, hogy jelenleg is hatósági árat kell bevezetni, mert egyszerűen az embereknek nincs pénze arra, hogy ételt vegyenek sok helyen, úgyhogy itt nagyon komoly... Mit csinálnának ezekkel a hatósági árakkal? Benzinástok, meg az élelmiszerek, meg egyébként az amúgy is az élelmiszerekben nagyon tetten érhető inflációs nyomással. Mit csinálnának kormányra kerülve, mind a kettőjükre szól a kérdés? Hát ugye mi ugye egészen más rendszerben képzeljük el a világot, ez amikor kapitalizmust van, ugye most ezt látjuk, hogy ez mivel jár, minden 5-10 évben jön egy válság, ami gyakorlatilag elviszi a dolgozó embereknek a pénzét, ám, de a milliárdosok valahogy mindig egyre gazdagabbak lesznek. Tehát itt ugye alapvető változásokat kellene bevezetni, és nyilvánvalóan itt hosszabb folyamatokat lehet elindítani, nem lehet egyik napról a másikra megoldani sajnos ezeket a problémákat. Azt látni kell, hogy amíg ilyen rendszerben élünk, ebben a kapitalizmusnak nevezett dologban, addig sajnos itt ez... Semmi konkrétum nem volt. Nézzel, a mi programunk, az igen, szocializmus programban az van, hogy fel kell emelni a minimálbéreket 250.000 forintra a családból. Na hát akkor még sikerült tovább eladósítani az országot, hogyha ennek nincs meg a fedezete. Hát ugye itt a probléma, hogy szerintünk megvan, nézze meg a MOL-nak a nyereségét. Olyan összeget fizettek ki csak ebben az évben a MOL-nak, ami fölfoghatatlan, tehát nem tudom hány ezer milliárd, nem tudom hány, tehát hogy valami egészen elképesztő összeg, és ez csak egy cég, és akkor a multicégekről, meg a többi magyar nagyvállalatnak a nyerességről nem beszélünk. Az egy dolog, hogy az embereknek nincs fizetése, de nem azért nincs, mert nem termelődik meg, hát hanem egészen máshova megy. Hát a multikat sarcolnák meg jobban, és azt forgatnák vissza leszakadók támogatására? Hát mi szerintünk sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk a tanároknak, meg az ápolóknak lenne fizetésük, és nem mondjuk a MOL-nak lenne évente 1 milliárdos haszna. Tehát, hogy itt azért mi azt gondoljuk, hogy itt a pénzek megtermelődnek, csak nem kerülnek oda azokhoz, akik ezt megtermelik. Uh-huh. Úgyhogy itt nagyon komoly átalakításokat kell végrehajtani. A magyar gazdaság igenis kitermeli azokat az összegeket, amiket mi mondunk. Az egy más kérdés, hogy nem kerülnek oda a magyar emberekhez.